Sziasztok, Fanni vagyok, és a mai videóban a januári olvasásaimról szeretnék mesélni. Mielőtt belevágnánk, közlemény, hogy ahogy láthatjátok, kivételesen lófarokban van a hajam. Remélem, hogy nem néz ki túl hülyén így videóban, annyira nem szeretem videóban, meg képeken, hogyha lófarkas a hajam, de most valahogy sikerült úgy fölfognom, hogy tetszik, és most így nem akarom kibontani, úgyhogy most így kell elviselnetek a fejemet. Na de akkor térjünk is át a lényegre. Január egy tök jó hónap volt minden tekintetben, olvasás tekintetében és egyéb tekintetekben is. Nagyon sok embertől hallottam, hogy hát ennek a januárnak sose lesz vége, és hogy milyen hosszú a január, és hogy ez a januárnak az 1323. napja, meg ilyesmivel viccelődtek, és én nagyon nem ezt éreztem, nekem elrepült a január, valószínű, hogy az is benne van, hogy nyaraltam egyet Pakisztánban. Sőt, biztos, hogy benne van, hogy nyaraltam egyet Pakisztánban, de nekem így ez egy nagyon gyors hónap volt, és egy nagyon szuper hónap, szóval mutatom is, hogy miket olvastam. Az első olvasmányomat még 2023 végéről hoztam át, ez pedig a negyedik szárny, a Force Ring, ami most az egyik legnagyobb romantazi szenzáció így a BookTube-on, meg a BookTube-on. Nagyon-nagyon sok ember szereti, nagyon sok értékelés van rá, már Magyarországon is nagyon sokan olvasták, pedig csak november végén jelent meg. És hát én is elolvastam. Csináltam róla egy jó hosszú vlogot, ami jelenleg a csatorna leghosszabb videója. Hát ott kiadom nektek az érzéseimet. Igazából annyi az alapja, hogy egy sárkánylovas akadémián vagyunk, ahová bekerül a főszereplő lányunk Violet, aki nagyon gyenge, de természetesen ő nagyon különleges, és ez nagyon sokféleképpen előjön, hogy ő nagyon különleges, és milyen ügyes, és van két nagyon jól kinéző csávó is, abból már az első pillanatban lehet tudni, hogy melyik lesz a befutó. Kicsit toxikusak a srácok, kicsit sokat rinyál a csaj, kicsit idegesítő ez a főszereplő szindróma, hogy bár ő nagyon gyenge, de mégis milyen különleges, és mégis mindent megold. A sárkányok érdekesek voltak, az a minimális, amit megtudtunk a mágiáról, az is jó volt. Igazából a harcjelenetek is rendben voltak, és igen, Xeden bár a lehető legsablonosabban megvért rossz fiú, akinek igazából jó szíve van karakter, de azért kicsit crusholtam rá, és én olyan szempontból élveztem ezt a kötetet, hogy nagyon alacsony volt a minősége, de hogy tényleg nagyon. Tehát, hogy a szlengeket, amiket használt, azok nem illettek a világhoz. Amennyit csorgatta a főszereplőnk a nyálát a férfi főszereplőre, és ahogy be volt indulva, az is katasztrófa volt. Úgyhogy igazából én ezt a könyvet úgy olvastam, hogy közben szörnyűködtem rajta, és így nagyon jól szórakoztam rajta. De hogyha egy minőségi fantazit szeretnétek olvasni, egy minőségi high fantasy-t, akkor ezt kerüljétek el. Hogyha szeretitek az ilyen romantikus szálakat, és nem bánjátok, hogyha vannak benne ilyen nyáladzások, meg toxikus kapcsolatok, meg szex jelenetek, meg ilyesmik, akkor adjatok neki egy esélyt, meg akkor is, hogyha szerettek szörnyűködni az ilyesmin, szerintem akkor is megéri elolvasni, mert amúgy nagyon könnyű olvasni, és az tény, hogy olvastatja magát, és tény, hogy jól lehet szórakozni rajta, csak tényleg ne minőségi sárkányos fantasy sztorit várjatok, mert azt nem ettől a könyvtől fogjátok megkapni, mert hiába jók benne a sárkányok és érdekesek, az összes többi szál az sokat ront rajta. Ennek ellenére valószínű el fogom olvasni a második kötetet, mert nagyon élveztem ezt a trash-t olvasok, és tudom, hogy ez gagyi, de közben meg mégis élvezem olvasni dolgot, bár kicsit félek, mert sokan azt mondják, hogy a második kötet rosszabb, mint az első jelentősen, úgyhogy hajaj, mi lesz még itt. Következőnek a repülőszitakötőt olvastam el, ami a BookTube könyvklubnak lett a januári közös könyve, a témánk a titkok és hazugságok volt, ami nagyon-nagyon jól passzol ehhez a könyvhöz, hiszen az az alaptörténetünk, hogy egy temetés utáni fogadáson vagyunk, ahol megismerik a főszereplőt Laurát, akinek a húga Karina halt meg, és hát kiderül, hogy Karina halála lehet, hogy mégsem baleset volt, lehet, hogy öngyilkosság volt, az is kiderül, hogy Karina verseket írt, amiről Laura nem tudott, és még nagyon-nagyon sok minden más is kiderül ebben a kötetben. Én szerettem ezt a kötetet, könnyű volt olvasni, gyönyörűen ír Kiara, a szerzőnő, és igazából csak szeretnék felolvasni nektek az első bekezdést, hogy ezt demonstrálhassam. Emlékek kenik össze a lelkem, feketével,
mint a varjak száncsapásai odakint az eget. Madarak bennem, komor sötét árnyak. Rebbennek, tova tűnnek. Tehát nagyon sok költői képet használ, nagyon érzékletesen írja le az érzelmeket, és én még emellett a verseket is nagyon szerettem. Keresek egyet, ami talán nem annyira depresszív, mert az előbb egy nagyon depresszívra sikerült rátalálnom. Hát ez se kevésbé depresszív. Minden fejezetet egy verset nyitunk. Oké, ez jó lesz. A királylány akkor tanulta meg, hogy a félelmet igenis le lehet győzni, amikor maga mögött hagyta a tornyát, és nem nézett vissza. Tehát, hogy ezt képzeljétek el, nagyon jók a versek, nagyon szép képeket használ, mindemellett viszont nagyon-nagyon sok tabu témát és trigger veszélyes témát vonultat fel, tehát olyan témákat, amik érzékenyen érinthetnek embereket, és ezek meg egyáltalán nincsenek megjelölve a fülszövegben, se a molyosodatlapon. Például a fülszövegben az van, hogy Laura és a legjobb barátja, akik között romantikus kapcsolat lesz. Na hát azt elfelejtette megemlíteni a fülszöveg, hogy ez a legjobb barát, ez kb. 15 évvel idősebb nála, és azóta ismeri Laurát, kb. Hogy Laura megszületett, és látta Laurát felnőni. Úgyhogy azért érzitek, hogy hiába nagy körkülönbség, tehát age gap story, de hogy azért kicsit problémás is lehet. Egyébként szerintem ez szépen lett kezelve ebben a kötetben, tehát nekem nem ütötte meg az inger küszöbömet, és sok más téma is volt benne, amik feljöttek, és igazából nem akarom leszpoilerezni, de azért annyit elmondanék, hogy szerintem erős gyomor kell ehhez a történethez összességében, és végül még annyit szeretnék elmondani, hogy ha az emberekkel olyan traumatikus események történnek, mint ebben a kötetben kb. Az összes karakterrel, akkor menjen el és kérjen segítséget, és ne a szerelem erejétől várja, hogy majd meggyógyuljanak és az idővel, hanem menjen el pszichológushoz, pszichiáterhez, mert ezeket a traumákat nem tudod egyedül feldolgozni, még szakemberrel is nehéz, úgyhogy ne szégyeljünk segítséget kérni, ha olyan dolgok történnek velünk, mint ebben a kötetben, és most tényleg nem szeretnék leszpoilerezni, hogy mik történnek, de durva dolgok, tényleg nagyon durva dolgok. És egyébként annyi még, hogy van benne két szexjelenet, azt hiszem két explicit szexjelenet volt, azok úgy okések voltak, meg így nekem is, amikor aki nem szeret szexjeleneteket olvasni, de egyébként meg a történet nagyja az a Laura nyomozásán, hogy vajon mi történhetett Karinával, és a családi és egyéb titkoknak a felgöngyölítésén volt, úgyhogy nem a romantikus szár volt erőtérben, de szerintem nagyon jól keveredett így a romantikus és a krimi szál. Nekem azzal nem volt problémám. Jaj, és most eszembe jött egy másik dolog, ami a romantikus szál kapcsán viszont problémám volt, ami pedig a szexel oldjuk meg a pánikrohamunkat dolog. Mindegy, nem, tényleg nem mondok többet. Ez egy jó könyv, de erős gyomor kell hozzá, és mondjuk ajánlom, hogy a Mojon olvassátok el. Hát mondjuk Ruby értékelése is spoileres egy kicsit, de hogyha féltek tőle, hogy nektek túl sok lesz, akkor olvassátok el az ő értékelését, és akkor azután döntsetek, hogy kell-e nektek ez a könyv, vagy nem. És egyébként van beleolvasó a könyvmajképző oldalán, tehát azt is érdemes kipróbálni, mielőtt megrendelitek a könyvet, de ismétlem, én egyébként élveztem ezt a könyvet, csak tényleg nagyon olyan témákkal foglalkozik, amik nagyon-nagyon érzékenyek. Elolvastam még 11 kötetet a Fullmetal Alchemistből, ugyanis a Fullmetal Alchemist lett az egyik közös könyvünk decemberben a Bukjuk Könyvklubbal, mint a fantasy királynői témában, és csodálatos volt ez a 11 kötet, amit elolvastam, lett is egy szuper kibeszélőnk belőle, egyébként a Szita kötőből is van kibeszélő, mindkettőt leinlinkelem a leírásba, és a Fullmetal Alchemist, én tudtam, hogy nekem olvasnom kell, mert nagyon szégyen, de mindkettő animét elkezdtem, de egyik animét se néztem végig, nem tudom, hogy miért, pedig tetszettek, és amikor megszavaztuk, hogy oké, akkor most először manga lesz a BookTube könyvklubban, akkor tudtam, hogy oké, nekem most be kell hoznom ezt a lemaradást, és olvasnom kell, és milyen jól tettem, hogy elkezdtem olvasni, mert nagyon-nagyon tetszik. Az alaptörténet, hogyha valaki esetleg nem ismerné, annyi, hogy van két testvér,
Alphonse és Ed, Ed a Fullmetal Alchemist, és ők gyerekkorukban megpróbálták feltámasztani a halott anyjukat, ami eléggé visszafelé sült el. Alphonse elvesztette a testét, és egy páncélban él, Ed pedig elvesztette az egyik karját és az egyik lábát, és így robot karja és robot lába van, azt használ. És hát az a célkitűzésük, hogy megpróbálják visszaszerezni az eredeti testüket. És mindeközben mindenféle karakterrel találkozunk, mindenféle összeesküvővel, gonoszakkal, morálisan szürke karakterekkel, és nagyon-nagyon jó a humora, nagyon vicces. Úgyhogy szerintem ez egy zseniális fantasy manga. Nagyon élvezem, és még van belőle sok kötet, csak lassan haladok, mert képernyő előtt kéne olvasni, és az a problémám mostanában a képernyő előtt olvasással, főleg a manga olvasással, hogy mangát még telefonon sem tudok rendesen olvasni, mert kicsi ahhoz a képernyő, tehát laptopon kéne, de a munka miatt annyit ülök a laptop előtt, hogy már nincs kedvem még pluszban akkor is, amikor így szórakozásból olvasni akarnék, úgyhogy most gondolkozok, hogy mi legyen, hogy olvasom tovább gépen, vagy pedig beszerzem az egész sorozatot, csak ahhoz meg kicsit költséges. Na mindegy, ezen még lamentálok. Minden esetre a Fullmetal Alchemist manga az így teljesen belopta magát a szívembe. Elolvastam még a Tükör a felhőkön túrát, SS Ritától, tehát ez volt a második magyar szerzős könyvem a hónapban. Nagyon ügyes vagyok, és ezt pedig azért olvastam el, mert Eszternek a könyves egyszer egy csatornáról, a Fűszerpaprika nevű könyvklubjában, ez volt a közös könyv januárban, és hát amikor megkérdezte, hogy kinek van kedve közösen olvasni vele, akkor rögtön jelentkeztem, mert japán, egyszerű ember vagyok, egyébként Rubi is ugyanígy volt. Elolvastuk, kibeszéltük, ezt is lelinkelem a leírásba. Két főszereplőnk van, Sorana, akit ninják neveltek, viszont albino, ezért nagyon előtt a többiektől. A másik főszereplőnk pedig Remu, aki egy alakváltó nyestkutya, és ők ketten indulnak el egy küldetésre, hogy megszerezzenek egy bizonyos tükröt, és közben szerelembe esnek egymással, és mindenféle izgalmas dolog történik. Megismerünk sok alakot a japán mitológiából, főleg a jókájokat, mint mondjuk Remu, még sok minden mást is. Nekem nagyon tetszett az, ahogy így látszott, hogy SS Rita nagyon képben van Japánnal kapcsolatban, és amúgy még a romantikus szállat is szerettem, szerintem teljesen hiteles volt, ahogy ők ketten egymásba szeretnek. Az animal szexel kapcsolatban, mert volt egy jelenet, ahol ők ketten szeretkeztek, és Remu az tanuki alakjában volt, vagy hát abban az alakjában, ami szőrös és karmos és agyara van, meg ilyenek. Na azt úgy, hogyha valaki nagyon vizuális típus, akkor lehet, hogy annak sok lehetett. Én kb. Úgy képzeltem előtt, hogy olyan, mint egy szőrös ember hosszú körmökkel, tehát hogy annyira nem állatiasnak. És akkor így nekem teljesen oké volt. Nagyon tetszett az is, ahová kijutott a kötet, tetszett a vége. Valahogy mégis valami extra hiányzott belőle, lehet, hogy csak én vagyok túl szőrszálhasugató, nem tudom. Nekem nem volt meg az a plusz valami a kötetben, úgyhogy ez nem egy ilyen fú de király olvasás volt, hanem egy ilyen tisztességes, élveztem, elolvastam, jó volt. Nem bánom, hogy elolvastam, akár újra elolvasnám, mert mint úgy, hogy még nem olvastam. Tehát, hogy azt nem tartom valószínűnek, hogy újra fogom olvasni ezt a kötetet, bár sose lehet tudni, de gyorsan pörgettem a lapokat, szóval jó olvasás volt ez, hogyha valaki szereti a japán tematikájú könyveket, és szereti a romantikus sztorikat, akkor ezt érdemes elolvasni. Még annyi, hogy ez hivatalosan egy felnőtt fantasy kötet a szexjelenet miatt, de egyébként a karakterek nekem inkább ilyen ifjúsági érzést adtak, meg az egész kötet is, tehát hogy nekem ez inkább egy ifjúsági kötet volt, amiben van szex, és nem egy felnőtteknek íródott kötet. És a harmadik magyar szerzős olvasásom az az Időcsodák, ugyanis Suhajda Etelka írta, aki Rán Aras néven publikálta ezeket a műveit, és hát az Időcsodák harmadik része, a Menekülők hasonlóan csodálatos volt, mint az első két része. Igazából én azóta már február legelején el is olvastam a negyedik részt, úgyhogy most így nem nagyon tudok a harmadik kötetről külön beszélni, mert már összekeveredtek a fejemben az események, hogy melyik történt a harmadikban, melyik a negyedikben. Minden esetre
még mindig csodálatos. Annyiszor törik össze a szívem a karakterek miatt, meg annyi olyan gondolat van, amin órákat el lehetne ülni, és merengeni, és tényleg annyira bemutatja az embereknek a működését, a valláshoz való kapcsolatát, tényleg a családi kapcsolatokat, a traumafeldolgozást. Ebben a kötetben nagyon-nagyon nagy szó van a traumafeldolgozásról is, hogy az tényleg csak csodálatos, ennyit tudok mondani. Hogyha még nem kezdtétek el se az időcsodákat, se a csodaidőket, akkor mindenképpen bátorítani tudlak titeket, mert fogalmatok sincs, mit hagynátok ki, hogyha nem olvassátok el ezt. És az időcsodák után elolvastam még egy skifit, ez pedig Becky Chambers-től volt, a Hosszú út egy közös keringési pályán. Ezt a kötetet a Metropolis Media kiadótól kaptam, amit itt is nagyon köszönök nekik, és nagyon örülök, hogy elolvashattam, ugyanis én nagyon szerettem az első kötetet, a Hosszú út egy kicsi és dühös bolygónhoz, és ezt a kötetet is nagyon szerettem. Nekem ez a kötet is hozta azt a cozy skifi hangulatot, amit az első kötet. Ez a kötet kevesebb szereplővel operált, szerintem talán még rövidebb is volt, mint az első kötet. Kevesebb dolog is történt benne, mint az első kötet, amit azért mondhatnák azok, akik nagyon szeretik az akciót, hogy hát de hát az első kötetben is elég történt valami. Nagyon szerettem azt, hogy két főszereplőnk van, az egyik Jane, akit az első kötetben Borsként ismerhetünk meg, és a másik pedig a mesterséges intelligenciánk Lovelace, aki itt Sidrának nevezi magát, és Borsnak a múltját látjuk, tehát azt, hogy ő Jane-ként hogy nőtt fel, és hogy került ki arról a helyről, ahol felnőtt, és amúgy őt egy mesterséges intelligencia nevelte fel, és felnőttként is jelen van Bors, aki pedig segít Sidrának elnavigálni az új életében, ahol embertestbe van zárva, vagy hát egy ember alakú testbe, és így a többi lény között kell élnie, úgyhogy amúgy illegális az, hogyha mesterséges intelligenciának testet adnak. Nagyon szerettem a karaktereket, tudtam azonosulni velük, érdekesek voltak azok a gondolatok, hogy a mesterséges intelligenciának vajon milyen jogai vannak, meg el lehet párhuzamokat vonni, hogy mondjuk nem csak a mesterséges intelligencia, hanem mondjuk egyéb fajoknak milyen jogaik vannak, tehát hogy a jelenkorunk rasszizmusát, meg egyéb társadalmi kérdéseire, amik most nagyon égetőek, azokat előveszi ez a kötet, de úgy, hogy egyáltalán nem szájbarágos is, mivel egy sci-fi világban vagyunk, ezért, hogyha nem akarod meglátni a párhuzamokat, akkor nem látod meg a párhuzamokat. Tényleg nagyon komfortos volt olvasni, időnként néha picit unalmas, nem nagyon, csak egy nagyon picit, de szerintem ez meg főleg hangulattól függ, szóval, hogyha valaki éppen valami pörgősebb könyvet akar olvasni, akkor semmiképpen ne ezt olvassa, de hogyha szeretne kicsit elidőzni, gondolkodni, merengeni, és csak úgy kényelmesen érezni magát, miközben azért adnak neki kicsit ilyen elgondolkoztató kérdéseket, akkor ez egy nagyon jó választás. És nagyon tetszett benne a technológia, ahogy az első kötetben is, nagyon látszott, hogy Becky Chambers ért hozzá, és én nem értek hozzá, de így laikusként teljesen mindent elhittem neki, hogy amúgy ez a világban ezek a dolgok működnek, de nem éreztem butának magam, miközben olvastam, szóval szerintem egy nagyon-nagyon jó arany középutat talált ebben a tekintetben. És még annyit szeretnék mondani, hogy Kéket nagyon szerettem. Ő egy mellékszereplő, és olyan aranyos volt. Elolvastam a Solo Levelingnek a 6. kötetét koreaiul, ez az olvassunk minden hónapban egy koreai manvát, bocsánat, még én is elrontom, projektemnek a kész terméke, ami tehát januárban ez pipa. Ügyes voltam. A Solo Leveling az továbbra is jó, továbbra is szeretem. Most adják az animét, ami miatt még nagyobb Solo Leveling lázban égek, és annyira fájdalmas, hogy ilyen lassan jönnek a részek, heti egy, az kb. Semmi. Ráadásul pont nézem, hogy vajon hol fogják elvágni, mert jól követi a manvát, viszont
még annyi minden dolog lenne, és az a 13 rész, ami így az első évad, az semmi, úgyhogy nagyon-nagyon remélem, hogy majd lesz folytatás, és leanimálják az egészet, mert megérdemli ez a sorozat. És tudom, hogy semmi extra, és igazából klisés, de olyan csodálatosan klisés, és olyan szép, és olyan menő. Elolvastam még egy képregényt a hónapban, ez pedig a Monstress, a Fenevad. Ezt könyvtárból vettem ki, a Fumax adta ki, és már nagyon régóta szemeztem vele, többször is láttam könyvesboltban, többször is majdnem megvettem, csak aztán mindig elbizonytalanított az ára, pedig a mostani viszonyokhoz képest egyébként nem is nagy az az ára, ami az akkor kiakasztott. És nagyon érdekes ez a képregény. Egy olyan világban vagyunk, ahol többfajta fajok vannak, és az emberek, akik között vannak boszorkányok, utálják az arkánokat, és vannak ős nevezetű dolgok, és az arkánok úgy jöttek létre, hogy keveredtek az emberek az ősökkel, meg vannak régi istenek is, meg egy csomó minden, kicsit nehéz követni, meg vannak macskák, a macskák nagyon fontosak, és a főszereplőnk, Majka, egy olyan arkán, akinek a testében él egy ősi szörny, és nincs jobb karja, vagy a jobb karjának csak egy csonkja van. És az első kötet az igazából arról szólt, hogy ez a szörny ez, hogy jön elő belőle, és hogy ki szörny, mit tesz valakit szörnyé, valószínű, hogy egyébként ez a kérdés ez tovább fog menni a képregénynek a többi részében. Nagyon érdekes a világ, de egyszerűen nagyon-nagyon sok minden lett ránk dobva, úgyhogy emésztem az információkat. Ezzel a kötettel el vagyok, és folytatom is a második kötettel, mert érdekel a folytatás, és tényleg ez még nagyon az eleje, szóval, hogy éppen csak belekóstoltunk. És még ami nagyon érdekes, hogy van, hogy néha olyan cuki, és olyan cuki karakterek vannak benne, egy ilyen kis rókarkán, meg macskák, meg ilyenek, és közben meg egy tök brutális képregény, szóval nagyon-nagyon megtévesztő tud lenni, de egyébként én élvezem ezt a cukinak és a morbidnak a keveredését. És képzeljétek el, hogy ennyi. Egyetlen egy webtoont se kezdtem el, ami új lett volna, csak haladgattam tovább azokkal, amiket már elkezdtem, úgyhogy legyetek büszkék rám, ez nem is tudom, mikor volt utoljára ilyen, hogy nem volt. És akkor most mutogassuk a manvákat, amiket elkezdtem, aztán valószínű, hogy sose fogok folytatni rovatom, de most nincs. És úgy tervezem, hogy februárban se nagyon lesz, mert így kb. Beosztottam magamnak, hogy mit kell elolvasnom, vannak mangáim, amiket el kell olvasnom fizikai példányban, plusz még lesz egy romantikus readathon is, amin szintén részt tervezek venni, úgyhogy az is el fogja venni az időmet, és hát a február meg nagyon rövid kell, mindössze 28 nap, úgyhogy nagyon hamar el fog röppenni, és tényleg remélem, hogy sikerül ezt betartani, hogy nem kezdek el semmit, amire ráfüggök, és cserébe meg nem olvasom azokat, amiket meg szeretnék olvasni. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és remélem, hogy találkozunk a következőben. Sziasztok!